Ilyen és ehhez hasonló károkat okozott a jégverés Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az elmúlt években. A jövőben jelentősen csökkenhetnek a károk. Sezták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, olyan jégelhárító rendszer kiépítését kezdik el, amely segítségével megvédhetik a mezőgazdasági területeket a jégveréstől. Egy olyan újszerű technológiával valósul meg a rendszer, amely ezüst jodid részecskéket juttat az ivatarfelhőkbe, és ennek a segítségével megakadályozza a jégesőknek a kártékony hatását, tehát csökkenti a jégszemek mennyiségét, illetve akár meg is tudja szüntetni a jégesőzést, és ez egy nagyon komoly mezőgazdasági kártételt szüntethet meg a megyében. Nem azt jelenti, hogy ez teljes egészében megszüntet ez ilyen károkat, de jelentős mértékben csökkenti a kockázatokat. A megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy az említett program földi telepítési eszközökkel valósul meg, vidékfejlesztési pályázati programok segítségével, az agrárgazdasági kamarák koordinációjával. Az a másik jó hír, hogy nem kell ezért majd külön díjat fizetni a gazdálkodóknak, abból a kockázati alapból lesz finanszírozva, amit egyébként is befizetnek a gazdálkodók, én már évek óta a kockázati viselési alapba, és ebből lesz finanszírozva a rendszer működése is. Nyilván abban jelentkezik a haszon, hogy kevesebb mezőgazdasági kár lesz, tehát a kockázati viselési alapba befizetett pénzek jobban hasznosulnak. A rendszer Heves és Baranya megyében már bizonyított. A Bama.hu értesülései szerint az országot 4 régióra felosztó teljes hálózathoz 843 új ezüstjodit kibocsátó berendezést, talajgenerátort telepítenek. Az agrárium szereplői 10 milliárdos nagyságrendű kár elkerülésében bízhatnak a rendszer eddigi eredményei alapján.